fegyverrel a kezükbe lázadtak fel a vasáskodó partitkárok és erdészek ellen. Ők azt mondták, az utolsó vérig harcolnak. Ők mindig a szegények pártján voltak. Ők törvénytelen emberek voltak. Nem szerették a kommunizmust. Alig csendesedtek el a II. Világháború sok tragédiát hozó eseményei Erdélyben. 1949-ben a román hatalom már is nekilátott a szovjet mintájú szocialista reformok bevezetéséhez. A Román Munkáspárt Központi Bizottsága döntést hozott, hogy a mezőgazdaságot át kell szervezni. A fő feladat az volt, hogy korlátozzák a kapitalista kizsákmányolást, és a mezőgazdaság szocialista megszervezésével biztosítsák a dolgozó parasztság magasabb életszínvonalát. Háromszéken, így Osdolán is futótűzként terjedt el a kollektivizálás híre. A kollektív szervezés itt is, mint általában mindenütt, erőszakkal történt. A modernkori jobbágyság megalakítását kezdetben többen is ellenezték, de a hatalom hamar eltüntette a hangadókat. Az erőszakosságok miatt a Kézdivásárhely melletti falvakban is kollektív gazdaság ellenes megmozdulásokat tartottak, többnyire sikertelenül. Az osdolai, pusztai és dézsi család is nehezményezte az egyoldalú kommunista eljárást, gyűlölték a vörös csillagosokat. Pusztai Ferenc és Dézsi Dénes abban az időben 21 évesek voltak, és az 1928-ban született korosztály katonaérett legényeiként várták a besorozást. Gondtalan életüket megzavarta, hogy Dézsi Dénes egy hölgy szerelme miatt összetűzésbe került a falu pártitkárával, Boros Lajossal, aki bosszúból a Hunyad megyei Lupénybe küldte őket munkaszolgálatra. Rossz véleményt adott, amikor kellett menni katonának, és azért tették a bányába. De nem adhattak rossz véleményt, mert rendes emberek voltak, nem voltak duhajok. Dézsi Dénes jobb képű kölyök volt, s az alelnöknél jobban szerette Dénes, mint Boroslait. Az egész incident, probléma mind innen derült. Munkaszolgálatra általában az osztályellenség fiait, a rendszer ellenségeit küldték. Az osdolai pártitkár tehát tisztában volt féltékenységből elkövetett döntése súlyával, hiszen a két fiatal aligha lehetett a rendszer izmosodását akadályozó ellenség. Falusi fiúk voltak, eszmék vonulataitól távoliak. A 21 éves ifjakat a Kézdivásárhelyi állomáson vagonírozták be. 160-an mentünk egyszerre, egy marra kupéba, ügyesként. Egy feltésben dolgoztunk. Nem volt valikba. Sokat kellett dolgozni. Egy kocsit ötön le kellett üdítsünk abból a sok mocsok agyagból. Azt mondták meg, hogy így kell testvér dolgozni. Valaki bemutatta volna, hogy ne így. Hanem mi oda ne, dögeltek meg. Mindegyik, ahogy tudott, szökött meg. Melyiket visszavitték, sem a másik ki tudja hova. A lapátos, csákányos katonák rövid kiképzés után a legnehezebb munkára vezényelve vasútat építettek, bányába kerültek leszerelésükig. A mindennapos megaláztatások és a kimerítő munka a két osdolai legényt is dühítette. Dézsi Dénes egy bányabalesetben majdnem meghalt. A megrázó eset után a katonák közül többen is a szökést fontolgatták. Én azt mondtam, szököm el. Dézsinek a fája még volt kötözve. Azt mondta, várd meg, hogy vegyék le, és aztán megyünk. A harmadnál decentünk. Áprilisban volt. Akkor Zsilvegyén keresztül jöttek, addig láttam minket, én többet fogsa. Pusztai
Husztai és Dézsi nem tudta, mihez kezdjen a rájuk szakadt szabadsággal. 1951. áprilisában néhány napos katonaszökevények voltak, és még lett volna visszaút. Ugyanis ha önként visszatértek volna a munkaszolgálatos alakulathoz, megúszták volna egyhetes zárkával. A két cimbora azonban nem ment vissza a zsilvölgyébe, és emiatt a brassói katonai törvényszék távollétükben 3,5 év börtönbüntetésre ítélte mindkettőjüket. És eleget kérte a férjem, Dénes, gyere vissza, menjünk vissza. Úgy akarta, hogy a katonasághoz, de őket csak bányába vitték, és oda vihették volna vissza. És azt mondta a Dénes, jó. Akkor közben eljött a munkája az uramnak. Gerincén dolgoztak egy nagy híddal, és megbeszélte a főnökivel az uram, hogy vagy 2 hetet dolgozzanak ott a hídnál. Úgy dolgoztak, hogy azt nem tudta senki, hogy hogy. Na de közben került valami ismerés, azt feljelentette, és akkor elfogták Dénest ott, és az én uramot. Lehozták Gerincén a kocsi oldalán, kikötözve mind a kettőt. Bevitték kézdivásárhelyre, kézdivótva 3-4 napig, bezárva, és éjszaka, nem tudom milyen formában, hogy sikerült, hogy nem, kiszökött. Oldalán már akkor este találkoztak Ferivel. A két ostolai barát történetét sok zavaros tényező és olykor mítoszba torkolló elbeszélések bonyolítják. A Kézdivásárhelyen élő Jokhom István újságíró 2006-ban írta meg a székelybetyárok történetét, és az egyes ködbevesző eseteket is több forrásból ellenőrizte. Nem csak a rokonok és kortársak vallomásait gyűjtötte össze, hanem áttanulmányozta az akkori milícia dokumentumait is, melyekben aporulékosan le vannak jegyezve a betyárok kézrekerítésének mozzanatai. Az ostolai betyárok ugye már régóta foglalkoztatott, de természetesen hogy a kommunista időben nem lehetett róluk írni, még beszélni is, aki beszélt, az is eléggé félően beszélt, tehát titokba, mert a múlt rendszerben őket banditáknak, államellenes személyeknek bélyegezték, tehát nem volt ajánlatos ezzel a témával foglalkozni. Erre a lehetőség csak 89 után adódott meg, amikor úgy döntöttem, hogy jobban utána nézek a témának, és akkor kezdtem adatokat gyűjteni. Az állambiztonsági szervek dokumentumaiból kitűnik, hogy 1951 őszén Dézsi együtt volt Pusztaival, majd miután Dézsi Dénes megszökött a Kézdivásárhelyi börtönből, újra találkoztak az ostolai erdőkben. Elfogásukra 2 Kézdin dolgozó szekust és 2 sztálinvárosi, azaz brassói tisztet bíztak meg, akik azt nyilatkozták, hogy végigjárták az erdőt, de nem akadtak rejtek helyükre. Valójában nem is nagyon keresték őket, mert a helyismeretük Dézsiékkel ellentétben hiányos volt és talán féltek is. Vélhetően abban reménykedtek, hogy a 2 katona szökevény előbb-utóbb feladja magát. Pusztai és Dézsi gyerekkorukban állatokat legeltettek a sűrű erdők tisztásain, a gazdag havasi legelőkön. Úgy ismertek minden völgyet és barlangot, mint a saját udvarukat, hiszen az ostola környéki erdőket széltében hosszában többször is bejárták. Ide vetették be magukat és várták, hogy lecsendesedjenek a dolgok, hát ha megússzák börtön nélkül. Elmentek, dolgoztak, enni kaptak, ruhát adtak. Ez így ment kezdetben. Aztán az erdőn segítgettek az embereknek szekereket fától megrakni, kaszálni. Az emberek ugye erdőltek, és úgy is volt, hogy ráírtak a falra a nevéket, és akkor az erdőt nem merte megállítani. Máskor pedig annyira ravaszok voltak az erdőle embereket, hogy ők is ráírták, hogy hát ne pusztai is, akkor
engedte az áldozat. A két jó barát nem tétlenkedett. Önkényes igazságszolgáltatásuknak hamar híre ment, és hogy fellépéseiknek még nagyobb nyomatékot adjanak, fel is fegyverkeztek. Abban az időben nem jelentett különösebb gondot a lőfegyverek és töltények beszerzése, hiszen az 1944-ben visszavonuló német és magyar katonák több helyen is kisebb arzenálokat rejtettek el. Ezeket találták meg pusztaiék, és kezdték el kilátástalan harcukat az általuk immár nagyon gyűlölt kommunista rendszer emberei ellen. Taktikájuk roppant egyszerű volt. Először megnyerik maguknak az emberek rokon szemvét, akik az államosítás miatt majd mindenüket elvesztették, majd megleckéztetik a pártot szolgáló erdészeket, akik minden apró fáért jókora büntetéseket szabtak ki. Semmi ok nélkül nem verték meg az erdészeket se. Azokat az erdészeket verték meg, vagy legeltették meg, akik rosszul viselkedtek a lakossággal. Vagy a pártitkára azért haragudtak Boros Lajosra, mert munkaszolgálatba küldte őket. Tehát valahol ez a magyarázat arra, hogy haragudtak a kommunista rendszer kiszolgálóira. Úgy is volt, hogy elment az egyik ántérfél a szekérrel az erdőre, és letartóztatták, már volt puskana, alig féltek. Letartóztatták, és azt mondta, aj, neki is egyed a füvet, ette az ember a füvet, és jól megvárték, felkötözték a szekérre, és hazaindították a lovakot. Akkor voltam én reguta, és fogtuk egymással kapanyát, és mondtuk fel a kazákkal, őt játszottunk. És hátra voltam az ajtó fel, mert nyitva volt, és egyszerűen valaki azt mondja fel a kazákkal, szinte, hogy rosszat mondtam, azt hittem, valamelyik játszódik. Nézek oda, és hát pusztai, erdészes főképpen volt rajta, erdész sapka, és géppisztoly a kezébe. Pusztai Ferenc valamiért nagyon vonzódott az erdész ruhához. Ha tehette, mindig zöld posztó ruhába öltözött, és ha elszakadt vagy rongyos lett a viselet, hát levetkőztette az erdőben kószáló erdészt. Persze tudták, hogy mindenkit nem szabad magukra haragítaniuk, ezért előfordult az is, hogy elkérték a nekik szükséges tárgyakat. Volt, amikor kértek is, élelmet is, és többek között ezt a kukért kérték el. 1952. augusztusában. Édesapámnak a személyes tárgya volt, a magyar cserékből maradt még, tisztes volt, és tudták ezek, hogy van édesapámnak, és elkérték. De egy pár hét múlva megismerték náluk, a falubeliek elárultak, apámat letartóztatták, és engem karácsony előtt a 10. osztályra, az erdész iskolába kirúgtak. Elvégett a kukér vége. A folyamatos erdész zaklatásokról, a megleckéztetésekről több helyről érkezett jelentés. Alig maradt erdész felső háromszéken, aki felmerészkedett volna egyedül az erdőbe. Ismertem őket. Hát ugye erdész voltam, az erdészeket erősen rendezték, puskáik volt rendesen, és ők örökké éjjel benhaltak ott Felső-Csillatonba, egy hájt ugye pajta felett. Reggel mentek ki, a botpárnyakat átája úgy volt, úgy mondták a pusztának, a botpárnyakat átája, és ott megterítették az asztalt, a pálinkás üveg előttik, ittak, beszélgettek, minden. Én pedig ugye hallottam, hogy ebbe a részbe ezt csináltak, másik részbe is azt csináltak, az erdészt megverték, és elvették a puskáját, minden. Én nem mertem hordozni, mert nekem meg volt a vadászpuska. Hát vettem egy fészit, és elmentem, seprágot szedtem, és ott jöttem be az utcán, hónyom alatt egy néhány seprág. No, hó járt, tata, no. Hát mondom, egy néhány seprágot szedék, mondom, most köszönjük egy seprűt, mondom. Mondom,
Hát azt mondja, nem fél, azt mondja, a pusztaiaktól. Hát mondom, én nem bántom őket, ők sem engem, akkor mondom. Hát mondom, nem. Nem félek, mondom, hát nincs mit féljek. A nép panaszaiból táplálkozva egy listát is összeállított a két ostobai legény. Akárcsak a legendás hírű betyárok, a szegény, kiszolgáltatott embereket ők sem bántották. Nekik elsősorban a kommunista vezetőkkel, a túlbuzgó erdészekkel, a milícia és a Securitate fizetett besugóival volt bajuk. Ezek nevei kerültek fel a listára, őket nem kímélték. Ezen a vidéken is járkáltak ők, védték az itt élő embereket a pártosok túlkapásai ellen, és egy kicsi erőt is adtak, egy kicsi bizakodást is adtak az itt élő lakosságnak, csernátoni embereknek mondjam úgy, mert hiszen ha erősen vakarózott, ahogy mondták annak idején, vagy terítezett a pártitkár, akkor ezek intették, figyelmeztették, hogy itt vagyunk, és vigyázzatok, mennyire sanyargatjátok a helyi lakosságot, mennyire éltek vissza hatalmatokkal, mert mi azért időnként lelecsapunk reátok. Tehát ők nem voltak banditák, nem voltak népellenesek, a székelység mellett állottak itt mindig, a jogaikot védték, mondjam úgy, de semmiféleképpen nem tudtak azonosulni azzal, hogy itt mi történik, hogy itt az embereket bántalmazzák, a vagyonaikból kiforgatják, akkor induló termelő szövetkezet vagy kollektivizálás ellen mindenféleképpen felemelték a szavukat, mert hiszen vagyontalaná tették itt az embert. Földön futóvá tették, mondjam így, és ugyanakkor annyiféle bántás érte lélekben az itt élő székely magyarságot, hogy ők támogatták abban, hogy valamiféleképpen ne fussuljatok, ne féljetek. Itt vagyunk, a hátotok mögött vagyunk. Az 1950-es évek elején Háromszéken is tovább folytatódott a kollektív gazdaságok erőszakos felállítása. Központi nyomásra növelni kellett a kollektivizálás ütemét, és a kuláknak minősített gazdák javait elkobozták. Elvették a malmot, malmunk volt, elvették a cséplőgépünket, cséplőgép volt. Mindenünket elvették, és voltunk ketten, két testvér, mert a harmadik testvér meg volt nősülve. Elzültünk, nagyon elzültünk, részegesek lettünk bánatunkba. Úgyhogy 700 liter szívapálinkát két hónap alatt kibeleztünk. Az elkeseredés leírhatatlan volt Kézdivásárhely környékén. A nincstelenné vált gazdákat elűzték vagy börtönbe csukták. A megtűrt földtulajdonosokat megbélyegezték, kapujukra figyelmeztető táblákat akasztottak. Most is emlékszem, és mintha látnám, ki volt írva, itt kulák lakik, ne higgy neki. Vagy pedig a gazdagabbaknál nagyobb tábla volt kitéve, oda a gazdának a képe, fényképe, és mellette a feleségének a fényképe is ki volt téve, és a következő szöveg volt írva, itt kulák lakik, egy nagy kulák, a munkások legnagyobb vérszipója, minden munkás éber legyen, tovább ne higgyen neki. Ez úgy megmaradt benne. És egy éjszaka eltűntek a táblák. Azért tüntették el, mert Pusztai Dézsi tudták akkor, hogy hova mehetnek be bizalommal. Nekik is megvolt a saját tájékoztatási hálózatuk, tehát ők is tudták, hogy kik azok, akik szimatolnak utánuk, vagy akik árulkodnak, és akik esetleg kézre akarják keríteni őket. A kifosztott emberek szívesen segítették a kommunista rendszer ellenségeit. Bár nyíltan nem álltak ki mellettük, abból a kevésből, amiük volt, rendszeresen juttattak Pusztainak és Dézsinek. Közben esténként, 10 óra után, 11-kor eljöttek, mert én nálam pálinka főző volt, és adtam egy-egy üveg pálinkát nekik. Ott nem igen ültek nálam. Megkapták a pálinkáikat, elmentek. Nekem rossz véleményem, nem lehet rejük, mert én nem
Velem szemben nem voltak durvák, nem voltak rosszak sokat, én is, amivel tudtam, segítettem. Sokan voltak, kik ellenünk voltak, és árulkodtak, mert pénzt kaptak. De legtöbb sajnáltak. Csak ugye úgy féltek járkálni, például, hogy mintha hazajött volna haza, vagy az édesanyjához. Ugye mindig lesték a lakásunkat. Az itt élő nép, mindenki tudott ő róluk. Titokba, lelkükbe, rejtett gondolataikba azért vigyázták őket, szemüket rajtuk tartották. Én olyant is tudok, olyant is meséltek el, hogy élelmezték is őket, titokba elhelyezték ott, ahova ők jártak, és ott ők megtaláltak a főtételt, a melegételt. Én emlékszem egy öreg nénire, Veres Ignác nénire, aki azt mondja, hogy fiam, mi annyit imádkoztunk, értük, hogy baj ne essék, hogy a Jóisten őket valamiféleképpen mentse meg, hogy ne tudják megkeríteni, ne tudják kilőni őket, vagy elpusztítani. Bujdosásuk ideje alatt Pusztai és Dézsi több esztenát is meglátogatott, ahol általában megvendégelték őket a pásztorok. Ha kedvük szottyant, még a városba is bemerészkedtek egy kiadós ebédre. Nem féltek ők járkálni, hogy kézdinna vendéglőbe megéhesedtek, söntek, hogy egyenek egy ebédét. És leültek egy asztal, merre mulatni. Cserei Sándor nevezetű őrnagy ugyanannal az asztalnál volt, és együtt ittak. Nem tudta, hogy ki is. Üldözték őket, keresték. Kikérték az ebédét. Sándor bátyám elment hamarabb az őrnagy, és ezek egy cédulkát bédugtak az asztalra, Puszta és Dézsi volt itt. A bűnüldöző szervek 1953 tavaszán már nagyobb erőkkel kezdték keresni a két betyárt, akik időközben néhány fakitermelő vállalatot is megkárosítottak. Többnyire erdészként vagy vadőrként mutatkoztak be az akciók során. Figyelmüket az állami boltok sem kerülték el, melyekből általában sokkal több holmit vittek el, mint amire szükségük lett volna. Elmentek egy üzletbe, felvételeztek, leltárt írtak arról, amit elvittek, hogy az üzletesnek ne legyen problémája utána, hogy esetleg ő lopta el. Ők aláírták, és azzal elmentek, és szegényeknek osztották. A legemlékezetesebb vételezés Torján történt, ahol az egyes számú szövetkezeti boltot fosztották ki. A záróra keletkezett nálunk, amikor ők oda bejöttek. Bejött Dézsi Pusztai, amit ő összeszedett, kihordták a csomag a üzlet közepébe, és kérte a zsákot, hogy rakja be, bele is rakták, és bekötözte, és két zsákot tűtött meg Jehónia, és akkor utoljára kérte a pénzt. Bár közönséges rablásnak tűnik Pusztai és Dézsi vételezése, ezt hihetetlen eleganciával oldották meg, hiszen az elvett cikkekről pontos nyugtát állítottak ki két példányban, és még arra is volt gondjuk, hogy tanúkkal is aláírassák az államiaknak hátrahagyott papírost. 1953. augusztus 9-én Kishián csak nem végleg megpecsételődött a betyár életet folytató ostdolai legények sorsa. Történt ugyanis, hogy előző nap fát hozott az erdőről a bélafalvi bicskakészítő Pál Menyhárt. A felaprítást másnap reggelre tervezte, mivel a segítség is megvolt hozzá, ugyanis Pusztai és Dézsi a csűrében vendégeskedett. Gyorsan vágták ezt a fákot, ott az udvaron. Ugye elfoglalták magukat, hogy nem vették észre, amikor milicisták bemezzek a kapun. Nem tudták, hogy ki is mi, de igazolni kezdték, hogy igazoljak le. Ára, ugye Pusztai, én itt tudom, hogy ő volt. Kis pisztoly be volt rúgva az övébe. Menjünk a pulóver alá, itt van, ott van, addig, hogy elkapta a pisztoly, arra lőtt is, de előtt a milicisták is. Mint a sorozatból lett volna egymás után a három lövés megtörtént.
Stali találat érte, úgyhogy mind a kettő ott a falkon keresztül. Na ennyi nagy bűnik volt nekik ez a két haláleset. Az igazi hajtóvadászat ezután kezdődött. A helyi hatóságok mellett Brassóból és Marosvásárhelyről is vezényeltek ki nyomozókat az elfogatásukra. Pusztai Ferenc és Dézsi Dénes családját, rokonait és ismerőseit több rendben vallatásra vitték a kézdivásárhelyi milícia pincéjébe, amiről a fennmaradt iratok is tanúskodnak. Egy egész csoport rendőr és szekus foglalkozott Pusztaival és Dézsivel, és komoly iratcsomót állítottak össze, és nagyon sok embert hallgattak ki velük kapcsolatosan, és nem is egy embert kínoztak meg, vertek meg a Securitate vagy a milícián. Sokat hordozták az én uramat, sokat várték. Én egy és fél évig nem tudtam, hogy hol van. Nem kívánnám senkinek, ami elvégződött velem, hányszor jöttek ide véja az udvarunkra, éjjel-nappal. Dézsi Dénes és Pusztai Ferenc az erdők sűrűjében bujkált. Minden mozgásról tudtak, és ha kellett, több hétig nem mutatkoztak. A nyomozóknak fogalmuk sem volt, melyik részen keressék őket, de nem is akaródzott nekik utánuk járni, mert tudták, hogy jól felfegyverzett banditákkal állnak szembe. Ugyanis banditáknak nevezték őket a kommunisták, és minden rosszat rájuk hordtak, hát ha a nép mégiscsak elárulja őket. Még pénzt is ajánlottak a nyomravezetőnek. Persze akadt is, aki feladta volna az ozsdolai betyárokat, de azok idejében megneszelték a veszélyt és tovább váltak. Közben a faluban a Pusztai és Dézsi ügy okán divatba jött a hamis jelentgetés. Még egymást is bemártották a falustársak. Valakire megharagudott, elég volt, hogy feljelentette az akkori milícián, hogy látták Pusztaival vagy Dézsivel, és az illetőt addig verték, amíg ha nem találkozott, akkor is bevallotta, hogy találkozott vele. A tél beálltával egyre kevesebbet mutatkoztak a betyárok. A félméteres hóban nehéz volt a közlekedés, és a nyomok is elárulták volna hollétüket. Mindössze egy-két esetről tudnak a helyiek, amikor megjelent Pusztai és Dézsi a favágó munkásoknál. Én gyerekkoromban jártam az erdőt, már marhapásztor voltam, őröztem a teheneket. S aki az erdőt gyárta, az ritka volt, aki nem találkozott velik. Szibak Jóska bácsi erdés volt. Akkor az erdészek nem márták fegyvert hordozni maiknál. Mert úgy csináltak, hogy megfogták, a fa közé bérdugták, elhajlították. Ott csofot üzött Jóska bácsiból. Ha faúzó csákányal a szekér ágosba, hogy ült, úgy ütték. Szóval ütte, mert Dézsi nem ment oda. Dézsi ritkán jelent neki el. Hát. Ő ozdolán lát, hogy senkihez egy újjal nem ért. Ő egy olyan ember volt. Hogy ők hogy voltak megegyezve, azt mi nem tudjuk. A hideg székelytelek többnyire eseménytelenül teltek a betyárok számára. Néha, hogy oldják a nyomasztó hangulatot, meglátogattak néhány erdőmunkást, akikkel a székely és a magyar himnuszt is elénekeltették. Úgy se hallotta rajtuk kívül az senki más. Hát elnyomták nagybőszen a nemzeti dalokat, és végül büszkén néztek farkas szemet egymással a munkások és a betyárok. A kemény teleket általában megbízható ismerősök portáján töltötte a két ozsdolai cimbora, ám az ozsdola fölötti hegyekben, a Dénes patak forrásánál található barlangrendszerben is volt egy titkos menedékhelyük, amit fegyverraktárként és búvóhelyként használtak. Itt volt a bejárat. A visszaemlékezés szerint oda volt húzva egy ilyen fenyő ráma, rajta egy ilyen rossz pokróc. Az volt az ajtó. De benn volt egy kis dobkajha, és két prics, hol elfért két ember, és egy kicsi asztalka, ahol étkeztek. Pusztai és Dézsi, ide ezek a sziklák alá belaktak volt.
az 50-es évek elején. Télen ugrottak innen a Securitate, a katonasággal köröltek, jöttek egy hajnalba, és kiugrottak innen, de nem tudtak megfogni, mert értesítették őket, és elmenekültek. Ide kimentek kűjjel a tetőre, az a hóba beírtak, hogy megszabadultunk, megmentett az Isten, és kommunisták sohasem leszünk. Pusztai és Dézsi nevét nem volt szabad kiejteni a falusi összejöveteleken. Bár sokan tudtak a két székelybetyár tartózkodási helyéről, senki nem jelentette a miliciának. Akik meg jelentették volna, azokat a szájhősöket megfélemlítve gyorsan elintézték Pusztaiék. A régi sérelmeket nem felejtették el az erdőben bujkáló katonaszökevények. Boros Lajost, az ostdolai pártitkárt sem, akinek sanyarú életüket köszönhették. 1954. augusztus 22-én Pusztai Ferenc és Dézsi Dénes elérkezettnek látta az időt, hogy leszámoljanak a gyűlölt ellenséggel. Hiribbe voltak, és hiribbe beszírva pálinkáztak a gyerekek, és akkor elkeseredtek, hogy ők szököttek kellett legyenek, boros véget. Bimentek, ástás. Azt a Borost megvárték, jó? Boroslainak volt egy nevelt leány, amit az árvaházból vettek ki. Mancikának hívták. Mancik, amikor ezt észrevette, hogy beszélnek az emberek, rájött rögtön, hogy ezek a szököttek. Óvatosan kisült az ajtón, és egyenesen a rendőrségig szaladt a néptanácshoz. És akkor, amire megvárték volna, végeztek volna, hogy menjenek el, arra megtámadták ugye a milicias, a Securitate. Szemből lőttek a milicisták, jobbról lőtt fentről Pusztai, és dobta a gránátot. És akkor aztán Dénest lelőtték. Másnap hajnalban a kút közelében találták meg a milicisták az alig 26 éves Dézsi Dénes holttestét. Fegyverei nem voltak mellette, menekülő társa azokat magával vitte. A milicisták, mivel nem ismerték a terepet, nem merték követni a menekülő Pusztait, inkább erősítést kértek a rajoni parancsnokságtól. A párttitkárral való leszámolás érdekessége, hogy állítólag más ostdolai emberek is bekapcsolódtak a lövöldözésbe, akik a szökötteket védték. Az azonban mai napig nem derült ki, hogy ki vagy kik voltak az illetők. Dézsi Dénes holttestét egy szekéren szállították a falu központjába, ahol közszemlére tették ki. Kabát zsebében több kézzel írt bejegyzést tartalmazó noteszt is találtak, amiben emlékversikéket, nyugtákat és neveket jegyzett be. Azok neveit, akikkel elszámolni valójuk volt. Augusztus 22-e után már csak egy legény maradt talpon a két ostdolai betyár közül. Pusztai Ferenc barátja halálát követően eltűnt Ostdola környékéről, de néhány hónap múlva már hallatott magáról. Levetkőztetett néhány erdészt, ingyen fát osztogatott. Gyakran partizánként mutatkozott be. Kis idő elteltével egy másik ember társaságában tűnt fel. A titokzatos idegent Dézsi utódjaként emlegették, aki vélhetően egy más vidékről került ide. Szomszédok voltunk, és olyan viszonyban voltunk, na mi, ragukós egyik a mást öregke. Ő azt mondhatni, egy szegényebb családból volt, értje. És ő szolgaregény volt, értje. Egy nagyobb gazdánál ott szolgált, értje. Nem volt, hogy ártalmas, tevékeny volt,
segítképes, segítkezett, akart, így megszóltak, segítkezett. Ahol kezdődött az egész mese, hogy ugye a part elnökkel, vagy a néptanás elnökkel haragos viszonyba kerültek, és akkor ugye akkor odaosztottak a katonasághoz, ahol akartak, akire húztak. Nos, Györit beosztottak Brassóba, a Mészkemencékhez került. És én már járt haza az előtt, és így álltam az arcra, nem egyszer, még két-háromszoros. És akkor már panaszkodott, hogy milyen rossz hát van. Még bátyámnak mondta, azt mondja, hogy el kell szökjek, mert ezt nem lehet kibírni. Na, és aztán, amikor az álltam az arcra, visszament, az az illat, mikor még komolyart az elnököt meglőtték. És aztán ezre volt a gyanú. Lejött akkor ugye a szekuritát, egy katonaság, minden úgy, annyi volt, hogy az egész háját meghajtották. Györi, vagy ahogy a falustársak ismerték, Máté György katonasorsa kísértetiesen hasonlít a két osdolai barát történetéhez. Őt is munkaszolgálatra küldte a falu kommunista vezére, és 1949-től a román hadsereg mészégető katonájaként szolgált. 1950 tavaszán épp egyhetes szabadságát töltötte otthon, amikor Okos Dénest, Kászonaltíz pártitkárát lelőtték. Mivel egy korábbi összetűzés miatt Máté György nyilvánosan megfenyegette Okost, a gyilkosság gyanúja egyből ráterelődött. Ilyettében a befagyott patak mentén igyekezett elmenekülni a faluból, ám az üldözők csapata bekerítette. Egy mély patak mederbe ugrott be, és a jeges vízbe bújva menekült meg. Máté György katonaszökevényből jeges lett. A gyűlölt pártvezér halála után csak így emlegették a Kászonaltízi legényt. Hetekig Okos halála volt a téma a Kászonok völgyében. És aztán egy a bújkálás megkezdődött. És mondom, így a legény barátja, akik jártak az erdőre, általában azok élelmezték, ameddig lehetett. És így bújkált, és melyik nyarban az erdős kaszálókon voltak olyan emberek, akiknek kaszálni segített. És így érdekelt, ahogy tudott. Azt mondták, hogy 80%-a jegeste a faluba egy pártnak, azért nem tudjuk lefogni. Értél? Egész nyáron mindenütt kasza, senki nem árult el neki. Enni adta, pénzt adta, ki hogy tudta, intézte vele. Jeges egy darabig erdei kalibákban, faházakban bujkált, azonban a rendőrök szigorú intézkedései miatt jobbnak látta, ha tovább áll a Kászonok vidékéről. A hegyeken át Gyergyóba ment, ahol egy ideig egy fafeldolgozó vállalatnál Deák József néven dolgozott. Valaki azonban feljelentette, és így visszamenekült a Kászonok vidékére. Egy véletlennek köszönhetően találkozott Pusztaival, aki jeges személyében új cimborára, vakmerő fegyvertársra talált. Katalin kór megyanapja volt a nagykartoni feltízjáknak, és mikor bement a balba, halt a rándőrök, az akkori rándőrök, a ránfertartó felszögdöstek, hogy hogy mártak a betyárok, mert betyároknak hívtak bemenni a balba. És akkor úgy megemelte a kabátja, és úgy gránáttal körbe volt rakva a kabátja. És akkor azt mondták, hogy úgy márjanak foglalkozni velünk, hogy akkor mindannyian robbanunk. Úgyhogy kibetyárkodta a magukat, és aztán visszamentek a havasra. Pusztai és jeges betyárkodásának egyik legemlékezetesebb kalandja a Szent Anna-tónál történt 1955. júliusában. A tó körül sétálgató turisták egy erdészruhába öltözött férfira lettek figyelmesek, aki a levegőbe kezdett lövöldözni. Pusztai volt az, aki felszólította a megrémült bámészkodókat, hogy tegyék a földre a náluk lévő pénztárcákat, karórákat és egyéb értékeket. A halálra rémült emberek mindenüket odaadták, amiket aztán a két betyár hátizsákokban vitt el. Az erdőbe menet az egyik tóparti sátorban pihenő bukaresti szekustisztet is kicibálták a lábánál fogva, és elkobozták a karóráját.
Az emlékezetes Szent Anna túli eset után igencsak felbojdult a magyar autonóm tartomány karhatalmi közege, ugyanis még maga Pataki László, Magyarország nagykövete is jelentést tett a székelyföldi betyárok akciójáról. Az eltulajdonított értékek pontos jelentése mellett a következőket tartalmazza a jelentés. Különösen Lemhény környékét tartja rettegésben a hegyekben bujkáló pusztai nevezetű kulák és bandája. Több párt és néptanácsi funkcionáriust súlyosan bántalmaztak a környező falvakban. Ezért a párt és néptanácsi vezetők ezen a környéken állandó rettegésben élnek. Sajnálatos a dologban az, hogy a lakosság egy része támogatja és rejtegeti a banditákat. A román hatóságok mindent megtesznek a banditák lefegyverzésére és felszámolása érdekében. A helyiek több hajtóvadászatnak is szemtanúi voltak, amelyek során idegenek járták a környéket, ám pusztait és jegest nem sikerült kézre keríteniük. Az elfogásukra kivezényelt katonák és a beszervezett erdészek tartottak a fegyveres összetűzéstől, mivel tudták, hogy pusztaiék mindenre elszántak. Csoportba mertek kimenni csak az erdőbe. Csak csoportosan. Az útról nem mertek leszállni. Úton végig van útak, és ott visszajöttek. Szegos katonák voltak, de úgy arcahazba jártak inkább, hogy nem lehetett felismerni serendfokozatot. Az akkori miliciták, hogy az erdő széléig merészkedtek, de tovább már nem, mert azon belül már ők voltak pusztaiék, dézsék, jegesék, ők voltak az urak, és bárhonnak lelkből is tudtak védekezni, tehát nem szaladtak túl messzire, jó szívű, kemény székely emberek voltak, akik nem jöttek meg az árnyékuktól, és tudták azt, hogy ez az igazságtalanság ellen fel kell emelni a szavukat. De voltak nálunk az erdészetnél is ilyen beépített gyerekeink, úgy egy kollégám, két-három emberrel járta az erdőt. De volt egy idősebb, ez bolond biztos, ezek csak mennek. Tezik fel a lécet, köppenbe voltak, nagy meleg volt, biztos fegyver volt a köppeny alatt. A betyárok bár tudták, hogy nagy erőkkel keresik őket, folytatták a harcot. Hitték, hogy sok embert tudnak oldalukra állítani, és megállíthatják a kommunizmus terjeszkedését. Ők mindig abba hittek, hogy jönnek az amerikaiak. Mindezt ezt tartotta bennük a lelket, hogy várták az amerikaiakat. 1955 nyarán az amerikaiak meg is érkeztek Felsőháromszékre. Legalábbis egy a sok közül, aki egy kitalált antikommunista szervezet nevében kínált fel korszerű fegyvereket, hamis útleveleket és pénzt pusztaiéknak. A Securitate egyik marosvásári tisztje csalta törbe. Amerikainak álcázta magát. Almás rétre csalták a malomhoz pusztait és jegest. Azt mondta, hogy szökevény. El volt látva kent cigarett akkor időben. És várta mindig a helikoptert. Amerikai útlevelet és modern fegyvereket, pénzt ígért, és hogy kijuttatja az országból. Sajnos hittek neki, és így lelte pusztai halálát, hogy a malomhoz törbecsalták, ahol várták őket, jegesnek onnan sikerült elmenekülnie, ellenben pusztai halálos lövés kapott. Az amerikai mese bevált. Pusztait lelőtték. Holttestét 1955. augusztus 11-én reggel Kovács Mihály Molnár házának közelében találták meg. Mellette volt géppisztolya és zöld színű ertészkalapja. Hátán egy kis hátizsák volt. Zsebeiben gránátot, töltényeket találtak, és egy magyar nyelvű géppel írt MEM kezdőbetűket tartalmazó pecsétes papírt. Talán éppen ez volt az a hivatalos irat, amelyikkel törbe csalták. 27 éves volt. Pusztai Ferenc halála látszólag megviselte Kászoni betyártársát, jegest, aki napokon keresztül bolyongott az erdőben. Kisebb kitérők után végül szülőfaluja közelébe, a Kászonok vidékére tért vissza, ahol 1955. október 23-án kifosztotta a Kászonaltízi Állatfelvásárló Egységet.
Üldözésére több kézdivásárhelyről érkezett rendőr indult el. Jeges a pénzzel Kászonújfalu irányába menekült. Itt talált menedéket. Körülbelül a külső szomszédok látták, ahogy ő ahova menekült. Itt összekeresték az egész környéket, nem találták. Ugye hoztak egy cigánt magukval, valami pénzt ígírtak, akkor szerelt óta le a katonaságtól, és annak pénzt ígírtak, és mindenik babúzbé. Össze-vissza szaladgált itt minden, és megtalálta a tyúkketrecbe, elordította magát, na itt van Jeges. A cigán megfogta, és kiúszta. Érti. Azt a cigánt hasba lejtte. Egy egész sorozatot lőttek bele a rendőrök. De amikor meghalt, annyit tudok, hogy a faluban, ha van egy ilyen eredeti szívbeli kommunista, az örvendett, mert más mindenki sajna. Az árulkodó sudrit hősként temették el a helyi temetőben. A 28 éves Jeges, azaz Máté György holttestét ismeretlen helyre vitték. A Magyar Autonóm Tartomány miliciája 1955. december 3-án szám szerint 11 Pusztai Ferencre, Dézsi Dénesre és Máté Györgyre vonatkozó bűnügyi iratcsomót zárt le azzal a megjegyzéssel, hogy a tetteseket lelőtték. Még ma sem tudja senki, hogy hová temették el a három kommunista ellenes harcos holttestét. Bár emlékük elevenen él szülőföldjükön, és 2010-től minden évben misét mondatnak az ozsdolai betyárok emlékére, a keresztény embereknek kijáró végtisztelet, a fejfaállítás sokat váratott magára. Máté Györgynek, azaz Jegesnek 1998-ban állítottak emlékkeresztet a Kászonaltízi temetőben. Almásréten 2013-ban kopjafát avattak Pusztai Ferencnek, míg Dézsi Dénes 2014-ben 60 évvel a lelövése után kapott síremléket. A betyárok történeteit a kommunista osztályharcos irodalomban és sajtóban is többször feldolgozták. Persze Pusztaiékat mindenütt negatív hősökként emlegették, lebanditázták, megrendelésre iratott fércmunkákban gonosz emberként szerepeltették. Mindezek ellenére a Ceausescu érában is a székelyföldi betyárok történetével foglalkozó burkolt riport sorozatoknak köszönhetően újból felszínre kerültek hajmeresztő tetteik. Nem raboltak el senkitől semmit, ők az államtól vételeztek, senkit nem rabolták el, és én ezért őket hősnek tartom, úgy, mint az 56-os hősököt. Ezek hősök voltak a mi szemünkben, mintaképek. Ők a nép egyszerű fiainak a tudatába Rózsa Sándorként, Sobri Jóskaként, Bogár Imréként voltak számon tartva. Annyi igaz, ha élhettek volna tovább, akkor nem történt volna meg az, hogy a kollektivizálást itt ostalán végrehajtsák, végül is az embereket védték. Tiszta, jellemű, erkölcsi, népi hőseket faragtak belőlük, az matéria ehhez nagyon jó is volt, és azokat a gyilkosságoknak minősülő dolgokat, amelyeket elkövettek, azokat is azonnal megbocsátották. Nem tessük hőseknek, mert hősek csak úgy lettek volna, ha segítettek volna az országnak, vagy segítettek volna a falunak, vagy tetszelekedődni. A falu kárt volt utalnik, mert nagyon sok embert megverettek. Legendává szépül, nem esedik ez az egész történet, mert már olyan kevesen élnek, akik találkozhattak velük, akik az ők cselekedeteiket akkor melegébe, ahogy mondják itt, számba vehették, vagy tudhattak róla, de átörökíti unokáinak is elmeséli. Így él tovább az ők életük, gyönyörű életük, küzdelmes életük, mondjam így, és ők valóban a nemzet részeiként hősei voltak ennek a nemzetnek, a magyarságnak, a székely magyarságnak, itt Háromszéken. Felső Háromszéken még ma is megoszlanak a vélemények arról, hogy a betyárként emlegetett Pusztai, Dézsi és Jeges
közönséges bűnöző volt-e, vagy hősként kell emléküket tisztelni. Alig lehet elhinni, hogy szembeszállva a kommunizmussal 4-5 éves háborút sikerült vívniuk. Szígyártó Domokos személyében követőjük is akadt, aki 1957-ben Osdolán fejbeverte a községi néptanács titkárát. Terrorista bűncselekmény címén halálra ítélték, és a szamosújvári börtönben kivégezték. Ugyancsak 1957-ben tartóztatták le az osdolai plébánost, Kosza Józsefet is, aki állítólag kapcsolatban állt a betyárokkal, áldoztatta őket, mi több, a szökevényeket a szoboszlai aladárféle 1956-os összeesküvésbe akarta beszervezni, hogy megdöntsék a kommunista rendszert Romániában. Pusztai, Dézsi és Jeges harca nem tudta megváltoztatni a rendszert. De hősies küzdelmük nyomán néhány hatalmával visszaélő, a törvényeket semmibe vevő személy nyerte el méltó büntetését.